Sziasztok, szép estét kívánok, üdvözlök mindenkit ezen a csütörtök estén. Folytatjuk a kalandozásainkat a gépi tanulás világában. Pontosabban hát így a White Ruler kapcsán okvetlenül. Nehezednek a feladatok, azért azt meg kell hagyni. Már múlt héten is már azért, ugye a vége fele már kellett azért vakarni a fejet, hogy hogy is van, mint is van. És azért én úgy gondolom, hogy ez a trend nem fog megfordulni. De hát semmi gond, nincs ezzel probléma. Úgyhogy folytatjuk, nézzük a további feladatokat. Ma egy picit hamarabb végzünk, legalábbis a szokásosnál, mert van még egy kis dolgom, így estére. De nem az, hogy fél óra lesz, vagy ilyesmi, csak most nem éjszakában nyúlóan fogunk játszani. Na, úgyhogy akkor nézzük is. Itt a játék, és itt a játék? Itt a játék, hol a játék? Igen. Picit lentebb halkítom a lift zenét. Jó, na folytassuk. XRT épp akarom mondani, hogy picit visszább tekerünk most, és megnézzük, hogy mit hagytunk ki. Igen, ezt hagytuk ki. Na, nézzük. Crowd Psychology. Oké, tehát valamilyen hát ilyen viselkedési minták alapján akarnak válogatni, tehát azonosítani akarnak ilyen veszélyes egyedeket, embereket, egyéneket. És hogy megvannak a paraméterek, de kell egy fejlesztő. Oké, na lássuk. Szokásos, vannak alakzatok meg színek. Igen, megpróbálok gyorsan visszaemlékezni, hogy hogyan is volt. Mert ugye volt nekünk egy decision tree-nk, meg egy ilyen shiftünk. Ó, oké, itt még akkor nincsen perceptron. Jó, itt még nincs perceptron. Oké, tehát ez akkor egy elágazás gyakorlatilag. Jó. Most már így emlékszek. Oké. Nézzük. Ugye ide piros és kék kell. Ide meg zöld. Okay. Ugye itt hatékonyságról nem beszéltünk, mert 100%-nak kell lenni. És ide kell 22, ide pedig 18 elem. Még az nem olyan sok. Itt ugye az a lényeg, hogy itt nem lehet hibázni annak a tekintetében, hogy ide mi jön be ezekbe. Ha esetleg kidobunk menet közben olyat, ami hát jó lett volna ide, az nem baj. Annyi a lényeg, hogy a számosság meglegyen. És az, ahogy nézem, simán megvan. Jó, na hát akkor... Akkor gondolkodjunk. Ugye... Mm-hmm.
hogy kéne ezt. Ugye ide kell zöld háromszög, abból van 20, és 18 kell. Mi lenne, ha az összes zöld háromszöget oda irányítanánk? Gondolom abból azért olyan nagy baj nincsen. Nyilván majd figyelni kell az időt. És ugye, hogy 6 modul lehet. Ugye így akkor a zöld háromszöggel ezt gyakorlatilag megtöltöttük. Minden más, ami zöld, az mehet a kukába. Kukát ide rakom. Mert majd szerintem még kelleni fog. Jó. Na, ami nem zöld, az meg jön ide. És akkor... Nem, Decision Tree már szerintem nem kell. Nem kell. Majd jön kék és piros. És a háromszögeket behúzzuk a kukába, minden más pedig jöjjön ide. Nem? Mert itt ugye akkor a zöldek eljönnek ide, zöld háromszög, minden más a kukába, ami nem zöld, az piros és kék. A piros és kék háromszögeket a kukába húzzuk, minden más meg az output streambe. Azon gondolkodok, hogy kell-e piros négyzet alulra. Mert érted, most 20 darab zöld háromszögünk van, és 18 kell ide. Tehát gyakorlatilag az összes zöld háromszögbe jön ide. Itt szerintem már csak az a kérdés, hogy az időtényező az rendben lesz-e. Na, próbáljuk ki. Hát... Akkor még dolgozunk rajta. Hello Mobile, szia-szia. Valami furcsa. Elindítom még egyszer. Erre most nem emlékszem, hogy erre miért megy zöld. A Decision Tree-be az... Na mindegy, azt tudja, hogy így nem jó, mert a futási idő az... Az túlcsúszik. Úgyhogy még egy kicsit... dolgozni kell ezen. Hát, akkor valószínű ide majd teszünk pirosat. De akkor hogy kéne? Jaj.
Most azon gondolkodok, hogy elvisszük fel a kékeket. Mert körből megint csak kevés van. Kell ide decision tree, szerintem. Hát nem tudom. Szerintem fölösleges, mert a kékek elmennek fölfele. Akkor ami erre jön, ez csak egy ilyen akkor itt a köröket vágjuk le. Ennél lehet zöld is. Ó, tényleg. Tényleg? Ja, lehet. Én is ez még így mindig nagyon lassú. Ja. Jó, hát akkor muszáj betenni. Mert nagyon lassú. Ó, mobile, oké, mindenképp. Csak úgy óvatosan, tehát ne ilyen több éves projektet. Ja, persze. Igen, köszi. De mindegy, mert ez itt még mindig lassú, ugye ez sokkal lassabb, mint a Decision Tree. Jó. Akkor mit is akarunk itt, hogy nyomunk még egy ilyen Blue Any-t? Az annak úgy nem sok értelme van. Ha megcsinálom live-ba, persze, hogy nem. Tú, mobile, ne bonyolítsd, de értem, mire gondolsz. Yeah. Jó, hát amúgy küldhetsz nyugodtan, megnézem majd. Na, akkor ide csinálunk még egy elágazást, azt tuti. És akkor itt lehetne egy ilyen red-green. És akkor a greenből és meg a redből is csinálunk egy ilyet. És akkor a... Ugye erre csak blue jöhet. És akkor a piros háromszögeket kidobjuk. A többit meg bevezetjük ezekbe. Ja nem, jó, már csak egyet lehet. Aha. Hát, így se az igazi szerintem. Na, kipróbálom. Na, ott is torlódik. A piros nagyon betorlódik. Ráadásul hibázik is. Ja, itt hibázott. De ez hogy hibázott? Ja, mert jött zöld tél alap, mi?
mert ugye itt levágjuk a zöldeket. És ide csak három szög jöhet, semmi más. Próbáljuk ki megint. De ez a középső, az még mindig torlódik, az a baj. Hát, de ez bronz. Az nem az igazi. Mondjuk sokkal nem csúsztunk ki, csak pár másodperccel. Na, ezzel kéne itt valamit kezdeni, mert itt, ide, erre nagyon sok jön. Megnézem még egyszer, hogy mi az, ami lassan telik be. Igen, itt ez lassan telik be, az a baj. Akkor csak kell oda a piros téglalap. Vagy ez a négyzet, négyszög. De lehet, hogy megint meg kéne fordítani, hogy... De az úgy nem jó, mert akkor meg lassú lesz. Tehát, hogy előbb van ugye a alakzatra válogatás. De az úgy szerintem lassú lesz nagyon. Hogy próbáljuk meg. Nem tudom. Ide kéne még piros téglalap egyébként. Csak azt nem tudom így. Hát vagy megfordítom, hogy itt a pirosakat, mert ez a baj, hogy erre nagyon sok jön. És akkor mondjuk itt levágnám a pirosakat. De a kéteni az nem jó, mert... Vagy jó. Tehát, hogy itt mindkettő enni. Mert azzal nekem az a gondom, hogy... Akkor a kékekkel mit csinálok? Meg akkor erre is jön... Zöld is. Meg az accuracy-t rontja. Megpróbálom a pirosakat
eltolni fölfele. Abból elég sok van. És akkor ugye a piros háromszögeket kell kidobni. Oké. És akkor erre jön kék meg zöld. Ugye a kéket elhozom erre. Ugye ott megint a háromszögre kell szűrni. Tehát a háromszög akkor kuka, egyébként meg bejön ide, és akkor ide pedig jön a zöld, és itt ez meg ugyanaz, mint eddig. Próbáljuk ki. Az eni miatt jön erre piros is. Igen, az accuracy nem jó. Csak marad az előző, hát hogy az a baj, hogy több modult nem használhatok, több nódot. Az az érdekes egyébként, hogy az accuracy az imént jó volt. Tehát, hogyha így csináltam, akkor erre nem jött kék. Vagy kidobáltam mindet, ami jött. Az alakzatok miatt. Hogy is volt. Kék háromszög nem jön erre. Mindegy, ez így nem jó egyébként. A green helyett red hol itt? Válogassam le előbb a zöldeket. Megpróbáljuk, csak akkor azt át kell variálni egy kicsit. Mert akkor itt lesz egy any green, gondolom. Hát, hogy... Igen. Ilyen picit akkor átvariáljuk. És akkor a zöld háromszögek jönnek ide, minden más a kukába. És akkor itt lehetne egy piros, hát akkor egy ilyen kék-piros. Hát... Nem tudom.
A kérdés az, hogy erre mennyi zöld fog jönni. Mert az itt okozhat problémát. Na, próbáljuk ki. Ja. És ez probléma. Csak kell ide is piros. Az a helyzet. Mert itt az eni miatt elmegy a zöld is. Körből nincs elég. Tehát, hogy ide csak kör jöjjön, ez biztos nem jó. Na, rögtön az elején kaptunk egy jó nehéz feladatot. Mert így akkor piros megy mindkét irányba, ugye? Jól emlékszem. És az amúgy nem baj, mert ide is kell piros, meg ide is. Ugye ez a leválogatás, ez itt akár maradhat is. Nem mintha sok értelme lenne, de... Csak itt akkor a kör dobáljuk ki, minden más megjöhet ide be. Csak így akkor a piros háromszög is bejöhet. Hát, ha csak nem ezt átrakjuk em ide, mert ide akkor csak ide egy szűrés kell, nem? De ilyet nem tudok. De tudok. Csak nem lesz jó. Mert így ez nagyon lassú lesz. Próbálom, bár szerintem ez így nem lesz jó. Nem, nagyon nem jó. Gyors, de nem hatékony. Fentről leszűrhet kör 4 szöget és 3 szöget. Tehát először akkor a formára, aztán a színre. Tehát fordítsam meg akkor az egészet. Az első után. Tehát így. Hát próbáljuk ki.
Csak akkor gondolom valahogy így. Vagy hogy? Hú, várjál. Zöldből csak háromszögkel, ez így van. Tehát... Várjál, ez így most nagyon összekavart. Mert... itt ugye... jöhet akkor piros is. Ez maradjon piros-kék. De ez azért se jó, mert egyszerre csak egy helyre tudom. Ugye az, ami segíthet, hogy itt ugye a... ide nem baj, ha jön piros, csak... tehát ez hogy válogatom úgy le, hogy két különböző alakzat. Ez a problémám nekem. Hello, Svegzi. Biztos, hogy a kékek pirosak erre jönnek, a pirosak zöldek meg erre. Ez eddig tuti. És akkor erre ugye nem jöhet zöld, erre meg nem jöhet kék. Elvileg, ugye. És akkor itt lehet alakzatra szűrni. Hogy itt ugye háromszög, az nem mehet át, az tuti. Csak piros és kék, kör és téglalap. Ja. Itt bonyolódik egy kicsit a helyzet. Mert itt például kidobhatjuk a köröket. Mert kör biztos nem lehet. Egyébként meg behozhatjuk ide. És akkor itt megint lehet egy ilyen döntési, egy ilyen shift, hogy... ez az, hogy több nódot meg nem tudok használni. Tehát ha itt megint mondjuk kidobálom a köröket, akkor meg nem lesz pontos. Mert lassan nem férek el a képernyőn. Valóban nem lehet körít, már így van. Ez jogos. Hát akkor ennek nem sok értelme van. Hát itt ez, tehát itt nem lehet, itt nincs,
nincs értelme kidobni. Tehát itt kéne még esetleg szűrni, hogyha piros, akkor milyen alakzat megy át, vagy hogyha ha kék, milyen alakzat megy át, csak nincs több helyünk. Tehát azt mondod, hogy a... De nem, ez, tehát ide már nem jöhet piros kör. Mert itt, meg, tehát ezen túl nem le, itt már nem lehet kör. Kék erre nem jöhet. Viszont akkor csak... Hát piros vagy zöld kör jöhet. Hát igen, de minek szűrök itt? Mert itt kéne, hogy red vagy green, hogy, és hogy milyen alakzat. Tehát, hogyha red, és tél alap, akkor menjen be. Egyébként meg kuka. És akkor a zöldel mi lesz, az a kérdés. De én nem vihetem föl a kört, mert itt jöhet zöld kör is. Tehát ez a gondom nekem, hogy... Tehát én itt ezért dobálok ki minden kört, mert amúgy is kevés van. Előbb szűrjek a négyzetre. Hát végülis... Tehát ha itt szűrjek négyzetre, hú. Na, kezdem elveszteni a fonalat. Ugye... Szerintem ez az oldal jó lesz, én úgy gondolom. Úgyhogy akkor ezzel kell valamit kezdeni. Ugye, akkor erre jöhet piros vagy zöld. Hát mi lenne, hogyha ezt kicserélnénk? És akkor itt a piros vagy zöldet már tudnánk szűrni. Nem is tudom, hogy volt-e már ilyen opció. És hogyha ez négyzet, ez meg háromszög. Hová? Volt már ilyen? Nem is emlékszem. Nézzük.
próba, csak próbálom figyelni, hogy hát itt van egy kis túlódás, de ez telik meg lassan. Amúgy jó, csak ez lassan telik meg. Tehát így. Akkor meg ez fog lassan megtelni szerintem. Megnézzük. Ennyi, Shedi Tadri. Prima, kiváló tip volt. És ott a gold. Szuper, szuper. Ah, jó. Oké, és akkor mert a release. $1000 a zsebben. Ez szép volt, szép volt. Nem, XRT, azért még nyomjuk egy kicsit. De leszívott már ez, úgyhogy... Oké. Na. Ugye itt van ez a Toy Manufacturing, New Production. Ez meg a Main Quest. Oké. Na, nézzük. Oké, tehát gyerekeknek készítenek ilyen 3D nyomtatással játékokat. Háromféle nyersanyag van, amit a nyomtatáshoz használnak, és ezeket kéne megfelelően szortírozni. Egy bizonyos hiba fölött katasztrófa történhet. Jó, na nézzük. Oké, és akkor itt már van perceptronunk. És csak perceptronunk van. Azt mondja, hogy itt 70% accuracy van. Oké. Jó, tehát ide jöhetnek körök, ide háromszög meg négyzet, ide meg bármi. Hát igen, itt a bárminél 100% accuracy az szerintem tartható lesz. Nuka-Cola? Uh-huh. Igen. Hú, azzal is jó lenne játszani. De nem mostanában. Most kértetek már annyi játékot, hogy ki vagyok tavaszig, szerintem. Oké, na. Tehát csak perceptronunk van, meg kukánk. Négy, azaz négy darab modulunk lehet. Oké. Hát akkor ez egy ilyen multilayer dolog lesz. Meglátjuk, hogy. Próbáljuk ki, úgyis kell itt majd trénelni. De miért kéne kuka? Nem kell kuka.
Hát, fogalmam sincs. Nyomunk egy traint. Ja, várjál. Ez még nem ártana bekötni. Jó. Akkor már is változtatunk. A 20% ugye, amit el tudtunk kérni, ha jól emlékszem. De mindjárt felkelünk még rajta. Igen. Minimum margin of error, oké. Okay. Jó, és akkor már láttam is, hogy nem így csináljuk. Mert... egy ebből nem elég, hanem akkor kicsit hekkelünk rajta. A lényeg, hogy erre körjöjjön nagy részt, ugye 70%-os accuracy-vel. Viszont ez így lehet, hogy kevés lesz. Meglátjuk majd. Főleg, hogy nem is így kéne, hanem így. Ide pedig leteszünk még egyet. Nem, ez így nem lesz jó. Nem lesz jó. Hogy ide mögé kéne. Annak sincs semmi értelme. Nem, egyet több kell ide valóban. Tartok, hogy ez így kevés lesz. Na, próbáljuk ki, hogy mi történik. Ó, várjatok, ezt nem kötöttem be. Vannak gondok, az accuracy nagyon magas, ami alapvetően nem lenne gond, a lényeg az, hogy van mozgásterünk az accuracy-t illetően. Ide az alsóba jött kevés, tehát ide még jöhetne, illetve a felsőbe
Hát igen, itt még van terünk mozogni az accuracy miatt. Annyira nem tragikus egyébként, ide több kéne mindenképp. Tehát ide az alsóba kéne több, ide meg egy kicsi pontosság, kicsit lehet pontatlanabb. Alul nincs kör. Hát ment oda kör valamennyi. Ide nem kell ilyen sok. Most azon gondolkodok, hogy ennek mi értelme van. Fölőre még mindig kevés lesz szerintem. Ja. Nem, most középre kevés. Igen. Most itt volt kevés. Itt hamar betelt, ugye? Nézzük még egyszer. Kéne egy kicsit jobban tölteni. Ez így nem jó. Nagyon lassú. Akkor nem ezt állítjuk, hanem... Hát... Így meg lehet, hogy az accuracy lesz rossz. Próbáljuk. Hát, vagy csak így valamit direkt beáthúzok. Itt amúgy miért jön át ez? Na, várjatok. Legalsóbbat szűrés nélkül. Hát, be lehetne. Mert oda mindegy, tehát oda mindegyik mehet direktbe. Csak ugye valahogy át kéne húzni ide is ezeket. Tehát... Mondjuk még erre egy tesztrend, ha már átalakítottuk, aztán... Most már ez azért jobb, de csak bronzéremre jutotta. De itt most sok egy kicsit, tehát az occupancy, tehát erre több jött. Itt meg még a pontosságban mindig van headroom, amit tudnánk alakítani.
Így van, lehetne rontani. Így van, pontosan. Szóval... Mert egy részét leválogatjuk. Itt a köröket kell nagyon megnyomni, tehát hogy minél több kör jöjjön ide. És ez szerintem rendben is van, mert a... Hát még esetleg ezt tudjuk, hogy innen direktben... Mondjuk itt a körből van a legkevesebb. Úgyhogy akkor ezt csak szűrjük. Viszont akkor meg, mi vagy itt a körből van a legtöbb, ezt esetleg direktbe behúzhatnánk ide. Csak ezt akkor visszarakjuk így. Próbáljuk ki. Most már jó lesz, most már középsőn kell majd. De még mindig nagyon jó az accuracy. De túl jó. Ez meg lassan telik. Innen is direkt bekössem be. Hát jó. Csak akkor ide mi jön? Ez ide nem is kell, mi? Ja de. De nem, mert ebben nem jön semmi. Gyanús, hogy ez így jó lesz. Jó, most középre nem ment semmi. Ide meg nagyon sok jött. Hát... Nézzük még egyszer. Oké. Akkor az alsóba kéne még. Na most meg az alsóban volt kevés, ugye? Háromszöget direkt be a legalsóra. Hát igen, itt ide jön most kevés. Középre jön, most a középre jön kevés.
de fölülre meg nagyon sok. Hát akkor fölülről elhúzunk egyet. Hát... menjen háromszög középre is. Tökéletes így se. Jó. Hát nem tudom, ezt a háromszöget lehet, hogy át kéne kötni akkor ide. Ezt meg ide. Közel van már csak. Tehát a pontosság még mindig nagyon nagy. Hát ezt a kört még áthúzom ide, mert ez nem olyan sok kör. Csak akkor ennek nincs értelme. Megint csak. Akkor ezt át tudom így direktbe ide húzni, aztán kész. Mindjárt csak kipróbálom. Hát amúgy... most ez lesz kevés. Jó. Hogy akkor a... tehát akkor tegyek még kettőt. Na most akkor... kötegetéseket most leszedem. Ja, van 4 nódunk, oké. Okay. 3 volt csak. Oké. Okay. Jó, és akkor a körök gondolom mennek fölülre. Hát én ezt raknám direktbe egyébként, mert 70%-kal. Jaj. Ugye... tehát ha 20% a hiba, akkor az úgy elvileg annak jónak kell lenni. Ugye amiből sok van, az ugye a téglalap. Tehát az szerintem lehet, hogy így mehetne direktbe is. Hát háromszöget bekötjük, és akkor itt megint csinálunk egy ilyen válogatást. Gondolom én. Próbáljuk ki.
megint közel volt. Ide kevés jött, meg ide is amúgy. Ja, megnézem még egyszer. Ja, ez hamar betelik. Ezek telnek be lassan. Oké, akkor ezt a kört átrakjuk ide. És ezzel kellene még valamit kezdeni. Tehát, hogy innen ne menjen a stream nullába a kör direktbe, hanem innen. Hát, megnézzük, megnézzük. De még mindig sok megy, tehát ez nagyon sok. A darab is, meg az accuracy is. Itt is. Amúgy nem, tehát nincs messze a dolog, csak sok, nagyon. Meg kicsit lassú, de az azért van, mert ide sok jön. Szerintem. Tehát amiatt, mert ezek meg lassabban telnek be. Hát mi lenne, ha hoznánk ide is hát kört, akkor meg ez fog lassan betelni, az a baj. Na, még egyszer megnézem, hogy mi történik. És mi lenne, ha beraknánk még egyet, még egy perceptront, már csak azért, mert mondom, itt a pontosság az, ami még lehetne játszani. Ez hogy kéne? Nem ezt. Így. Igen. Mindig elfelejtem a copy-paste-et. Mindjárt újra kötögetem csak. Mert annam a köröket elhozzuk erre. Mondjuk ettől pont pontosabb lesz.
többit elhoztuk erre. Sanyi, amúgy látom, hogy mire gondolsz, tehát hogy még ide tenni egyet, és úgy tovább. Megnézzük mindjárt azt is, csak mindjárt ezt megpróbálom, ezen a gondolatmenetem most végigmenni. Próbálom, bár itt, szerintem ide kevés fog jönni. Meg dugulás is van. Jó, meg is állítom. Ez így biztos nem jó. Ez így akkor menjen ide tovább. Hát, inkább akkor így. Csak hogy mindkettőbe három menjen be. Csak megnézzük, hogy ez így mit produkál. Lassú nagyon. Középsőbe mehet több. Ezt nem húzom át ide. Hát csak ide most sok fog jönni szerintem. Próbáljuk ki. Igen, itt ez baj. Na, miből van kevés? Itt a háromszögből kevés van. Úgyhogy akkor ezt szerintem itt nem vacakolok vele, hanem simán behúzom ide direktbe. Ide volt most, itt most kevés volt nagyon. Akkor nem oda húzzuk be, hanem ide, így direktbe. Így akkor meg az alsó teink meg lassan. Igen, erre gondoltam, hogy ezt a háromszöget behúzom ide. Akkor nem a háromszöget húzzuk be direktbe, hanem a négyzetet, mert abból több van. Próba. Ez tehet be hamar, ugye?
ez hamar betelik. Hát esetleg a háromszögeket még behozzuk ide. Ami itt marad, bár itt már sok nem marad. Mert itt leválogat valamennyit. Hát most bronzra meg lett. Hat másodperc a különbség. Hatékonyság még mindig túl jó szerintem. Úgyhogy itt lehet egy picit még játszani. Hát... hatékonyságot meg akartam nézni. De tényleg ez be sincs kötve. Igen, igen, igen. Hello, Tuba. Szia. Na, a köröket felhozzuk ide, azt tuti. Ez nagyon hamar betelik. Hát a többi is... A többi egy kicsit lassú. Akár ezt ide direktbe is beköthetném, szerintem. Meg szerintem ezt is. Értelme. És akkor... Hát de ennek így akkor nincs értelme. Jó, ezek most már jók, ez tehet be lassan. Hát talán. Hát én azért a felsőt hoznám, mert ebből kevesebb van. És hát mindjárt megpróbáljuk, lehet, hogy az alsó is mehet oda.
viszont ez nem telik. Ugye ez direkt be ide volt. Hát, vagy az, hogy ezt még bekötjük ide. És akkor a... Hát, hogy is, hogy a... Még innen érkező téralapot viszünk. Mondjuk, mert itt akkor van egy kis random dolog. Hát ilyen tuba, most pont egy nehezebb részre érkeztél. Ilyen gépi tanulást tanító játék tulajdonképpen. Közel vagyunk már, csak még kicsit dolgozni kell rajta. Szerintem ez itt már rendben van. Nagyjából, meg ez is. Ez itt az accuracy, az ami még magas. Picit itt is. De meglepően sok jön. Na várjatok. Miért megy oda ilyen sok? Az összes kör oda megy. Mi lenne, ha így csalnék ezzel? Most bemegy pár kör, nagy ügy. Ez hogy lett csak bronz? Várjatok már. Pedig már azt hittem, hogy meg lesz a gold, de nem. Ez. Igen, szerintem a középső nem volt meg. Ugye? De itt idejünk, itt van kevés. Tehát ide elég, nem? Tehát ide jó sok jön, szerintem. De mindjárt megnézzük így. Az a baj, hogy ide kevés elem jön. Ja. Mondjuk alulra is, de... Igen. Tehát ide jön kevés. Az accuracy meg magasan van. Tehát ezért gondoltam, hogy... Mondjuk... Nem, szerintem ez olyan sokat nem osz, nem szoroz, mert ide csak háromszögek jönnek. Vagy hát nagy részt háromszögek jönnek. Mondjuk egy kicsit kevés jön ide is, amúgy szerintem. Háromszög mehetnek középre. Hát igen, csak akkor... De szerintem... A háromszög az itt fontos, mert itt is szűrünk háromszögre, itt is, meg itt is, tehát ide nagyon sok háromszög jött. És szerintem emiatt tudott ez viszonylag jól telni. Hát a perceptron annyit számít, hogy max 4 darabunk lehet.
fölfele megint sok jön. Tehát azokat kéne picit szűrni. Esetleg azt tudom, hogy ami ide jön be, azon picit még állítunk. Mondjuk így. Hát, lehet, hogy így meg kevés lesz, ami ide jön fölülre, majd mindjárt meglátjuk. Jó, hát a középső alsó az jó, most a felső nem jó. Igen. Akkor ez... Nem biztos, hogy jó. De meg akkor a háromszögeket. Hát, megnézzük. Na most, igen. Most már jó, csak az a baj, lassú. Lassú. Még ez azért fura, mert a darabszám meg pont annyi. Közel van, igen. Melyik telik be lassabban? Az a baj, nem tudom, pauzálni menet közben. Igen, a középső telik be leghamarabb, úgy láttam. Mondjuk az igaz. Kattingatok. Ja, benet közben, jó, oké. Elugrunk a végére. Igen, ez hamar betelik. Hát... Nem amúgy, mert pont. Nem tudom, hogy múlik-e egy másodpercen amúgy. Hát fél másodperc. Ah.
Egy percet adjatok már, mindjárt jövök. Itt is vagyok. Aj, mi legyen ezzel a feladattal? Ez engem nagyon bosszant most. Tehát, hogy ezt a fél másodpercet... Hát 7 tized, pontosabban. Na, akkor két javaslat. Felsőbből a kör nem mehet egyből a perceptromba. És a felső jobboldali perceptromba a háromszöget alulra. Még ez egyszerre két dolog. Nézzük meg akkor az elsőt egyszer, először. Jaj. De most kevés jön. Ez a baj ezzel. Oké. És akkor még jött egy ilyen, hogy... Hát viszont ezt akkor visszakötöm most. Hogy akkor ez jöjjön ide. De ez is éppen betelik. Tehát... Ez egy kicsit lassabb volt. Na, nézzük meg még a darabszámokat, hogy... Mert alapvetően... Tehát sokat nem kell rajta javítanunk, mert tényleg 7-10 másodpercen múlik. Ugye a körök mindenhonnan ide jönnek be, és ezek is ide mennek, ilyen. Tehát az mindegy. Ugye itt egy télalapot beviszünk középre, itt meg egyet alulra. Aha. Hát, tuba, igen, ez könnyen lehet. Mondom, itt az, hogy ezekkel a darabszámokkal tudunk-e valamit kezdeni, mert ugye szerintem a modell így jó, csak ugye ezek a tényleg a darabszámok, hogy jól használjuk őket. Jó. Tehát innen direkt bemegy a télalap ide. Meg ide kevesebb is kell alapvetően. Jó, a háromszög az mindenhonnan ide jön és megy ide le.
Melyik tehet be lassan? Középső után. Nem, szerintem az tehet be legelőször. Na mindjárt kiderül. Középsőben nagyon sok megy. Jó, akkor nem a középsőbe húzzuk be ezt, hanem ide. Nézzük ezt a kört ide. Már a hatékonyság az túl magas, vagy a pontosság túl magas volt. Oké. Csak a középső nem telik. De szerintem azt lehet, hogy ez megoldaná. Tehát, hogy ezt visszateszem ide. De még mindig sok jön. Most az alsó se tehet be. Mármint, hogy időben. Mennyi kör jön ide, arra vagyok kíváncsi, hogy itt. Sok. Így sok kör jön. Aha. Hát lehet, hogy még rászűrünk itt erre. Mert most azon gondolkodok, hogy ugye itt azért láttam, hogy ment háromszög meg téglala, és akkor az hát, ha bejönne ide, ezekbe.
Fura sok háromszög megy. Hol megy el az a sok háromszög? Esetleg így megpróbálhatjuk. Mert akkor innen nem alulra megy a háromszög, hanem ide. Most meg ide jön nagyon sok. És ez fog lassan betelni. Ja. Mondom, nekem az a 7 másodperc az ilyen... Esetleg azt tudjuk, hogy ide, itt, innen több háromszög jön, és akkor ezt kötjük át ide. És akkor ide valamennyivel kicsit több jön ide, vagy több jön ide, mint ide. De lehet, hogy ez még így is mindig sok lesz, ugye kiderül. Nagyon sok megy, most középre nagyon sok megy akármiből. Mondjuk azon tudunk segíteni, persze. Nem kötünk be annyi téglalapot. Igen, igen, igen. Vagy négyzet, ja. Akkor lehet, hogy ezeket is egy kicsit kéne balanszolgatni. Tehát, hogy nem direktbe megy be. Nyomok egy tesztrend, csak hogy lássuk, hogy mennyire rossz. Ide most nagyon sok jön, itt meg torlódás is van ráadásul. Esetleg azt tudom, hogy a háromszöget kötöm be direktbe ide. Abból kevesebb van. Csak ide meg akkor alig jön majd háromszög. De megint sok jön.
Azt mondod, Cseri Tadri. Ezen még lehetne esetleg. De most nagyon sok jön. Ide jött kevés. Közel vagyunk amúgy szerintem, csak... Cseri Tadri, ebbe igazad van. Game Dev Tycoon-nal még nem játszottam. Na, lássuk ezt, és akkor... Ha bronz, akkor elfogadjuk. Jó. Nem az igazi, de jó. Hát volt már korábban is bronz amúgy, meg ezüst is. Mindenképp megnézem Tuba. Most így érdekel a dolog. Na mit csináljunk? Menjünk ezt a New Production Side Questet, vagy inkább most haladjunk egy kicsit a main line-on? Én amúgy haladnék a main... minden egy kicsit. Legyen a main. Oké. Jó, na hát akkor nézzük. Jó, tehát a párhuzamosítási rendszerük lerohadt a legutolsó OS upgrade kor. Ki látott már ilyet? Meg tudom javítani, egy nagyon nagy rendszer. Doors. Úristen, very big. Jó, na nézzük. Deep news. Oké, tehát a... Mi ez a Seymour Minsky paper, ugye a 69-es, abban jönnek a perceptronokról. Pontosabban a matematikai korlátairól. Így van, igen. Ez a Darkest Years of Machine Learning-ja. 30 évig visszavetette a gépi tanulás fejlődését. Jó. Na, lássuk, mit kell itt csinálnunk. Hát... Igen. Annyira nem tűnik vészesnek. Oké, akkor csak ilyen balanszereket kell használnunk. Ugye mindenhol kell 8.
Próbáljuk ki először így. Jó, de így nem lehet, oké. Akkor csak kell. Így, aha. Szerintem ezzel olyan nagy gondunk nem lesz. De próbáljuk ki. Oké. Mondom, túlértékelt szakma ez a programozás. Nem viccelek, amúgy tényleg nem nagyon stresszes, meg... Ó, cashelt az önvezető autónk. A zsír. Várjátok, már megnézem. Hát lehet, hogy ezen is majd patchelünk egyet, ugye itt a hatékonysággal voltak gondok. De nem most. Oké. Menjünk tovább. Egyelőre nézzük meg ezt a dictatorship-et. Oké, tehát ez az egyetlen internet szolgáltató ebbe a kis országba. Eléggé gyatra kódunk van, amivel a embereknek a tevékenységét tudjuk követni. A kódot nem változtathatjuk meg. But we have several new servers. De vettek szervereket. Egy garázsvásárban. És párhuzamosítani kell a számításokat, csak hogy a... Hát, hogy a dictatorship az pörögjön tovább. GitHub repository. Ó, most már van repunk. Nagyon jó. Hát igen, virágozzon a zsarnokság, így szép, szép, igen. Oké, és akkor ide tudjuk föltenni a korábbi sémákat. Na! Oké, és... Na nézzük, van balanszerünk, expert systemünk, meg kukánk. 8 nódot tudunk lerakni. És kell 30 darab piros 27 szek alatt. Hát alapvetően én úgy csinálnám, hogy először is bedobnék egy balanszert, mert az expert system az lassú, azt tudjuk, hogy az lassú. Mondjuk 27 szek, az nem olyan rossz. És azt csinálnám, hogy ezzel a balanszerrel párhuzamosítanám ugye a futást. Valahogy így. És akkor ezzel tulajdonképpen azt csinálom, hogy az expert system két szálon fut. De mint most kiderült, a két szál kevés. Így van. Úgyhogy akkor tovább fogunk balanszolni. Pontosabban párhuzamosítani. Na, csak hogy magyarul beszéljek. És akkor még két expert systemet be. Húzunk. Jó. Na megjöttem, mert hogy miért ennyit ír. Oké. És akkor... Így. És akkor ez már 4 szálon fog futni. Na lássuk. Jó, ez így szuper. Simán csak párhuzamosítottunk. Oké.
Prediction of elections. Hát igen, ez a main szál, ez tényleg azért egyszerűbb. Lehet pörgetni. Yahoo's Corp. Tehát a partner, hát ilyen venture cégnek az elnökét, vagy ez a board of directors, ja nem a, de a elnökét leváltották, vagy hát elküldték, és hogy most fognak újat választani, kéne egy valami rendszer, ami prediktál, hogy ki lesz a következő elnök, tehát kéne valami megoldás, hogy oké. Hát nézzük. Jó, hát van copypasta, oké. Hát igen, mondjuk a programozásban is van copy-paste, ez kétségtelen, csak arra kell figyelni, hogy amit kopizunk, abban ne legyen olyan sok hülyeség. De ja. Ez most, na várjatok. Ugye itt megint akkor kell párhuzamosítani. 17 szekünk van. Ugye az expert systemből, ami nem kell, az... Ja nem, mert most decision tree-nk van. Mindegy, annak is a kukába kell menni amúgy. Jó, akkor itt ilyen red anyt fogunk csinálni szerintem. Így első körbe, de valószínűleg egy balanszer nem lesz, tehát két szál nem lesz elég, legyen négy szálunk, de annyi nem lehet. Ez így nem lesz jó. Tuti. Na, először próbáljuk meg két szálon. De szerintem ez így lassú lesz. Ez a decision tree is arról híres, hogy olyan gyors lenne. De nézzük meg. Nem, ez így nagyon lassú. Ja. Balansz egyik szála menjen a kukába. De miért? És akkor ez... Ez így nem biztos, hogy jó. Nincs elég... Hát ez a baj, nem marad, mert ugye itt is a decision tree a... Hát... Ja, mondjuk éppen maradhatna is, de... Hát nem marad. Na várjatok. Most már lehet, hogy az a baj, hogy túl bonyolítjuk a dolgot. Csináljak három szálat.
megnézhetjük azt, bár hát ez így nagyon hülyén néz ki, de megpróbáljuk. Megnézzük. Futóba várjál. Próbálom olvasni, 3 baromszer, 3 decision, és az egyik második körös baromszernek az alsó ága menjen a kukába. Most ide sok jön. Az a baj, hogy... Tehát, hogy egy kuka helyett Decision Tree-re. De valahol el kell vezetnem a Annie-t, nem? Tehát, ha nem vezetem el az Annie-t, akkor nem fog működni. Tehát akkor... akkor megáll. Tehát azért kell a kuka mindenképp. Hát ezeket valahova el kell vezetnem. És így viszont meg be vagyunk telve már nódokkal. Vagy így. Ja így, ó, oké, jó, értem. De így a, ennek a balanszernek nincs értelme viszont. Mondjuk akkor lehet, hogy nem is így értetted. De ez így, ennek így az a baj, hogy így ez be fog torlódni. És emiatt lassú lesz. Tehát ez olyan, mintha ez a balanszer nem is lenne. És a hatékonyságnak meg 100%-nak kéne lenni. De, tehát egy ilyen balanszerágat nem, tehát két balanszerágat nem vezethetek be egy Decision Tree-be, mert itt akkor ez tolódást fog okozni. Mondjuk mindig lassú, az a baj. Bár mondjuk... Na várjátok. Tehát az a baj, hogy ez így nem
párhuzamosítás igazából. Tényleg több nódú meg nem lehet. Tehát a green-t és a blue-t kukázzuk. Tehát, hogy arra válogassunk. De az a baj, hogy a... Tehát, hogy szerintem ez alap, ez ebben a eloszlásban fog tolja itt ki. Tehát... Most csak próbaképpen leteszek egyet. Ugye most már több nódunk van, tehát ez már nem jó így, de ez így szerintem le fog futni jól. Ja. És itt az idő is rendben volt, ugye a nód az, ami gond. De az a gondom, hogy a maga a decision tree az, ami lassú. Tehát azért kell a balanszer, hogy ugye a decision tree-nk az... az több szálon tudjon futni. Ugye kuka nélkül nem működik. Így meg az a baj, hogy nem szimmetrikus. Tehát ez nagyon hamar betelik. Vagy, hát nem is az, az nem baj, hogy nagyon hamar betelik, az a baj, hogy ez nem telik be megfelelő idő alatt. Ugye ilyet nem tehetek, mert akkor a accuracy nem lesz jó. Alsó balanszert és a decision tree-t megcserélem. És akkor ez... Az a baj, hogy itt fog torlódni, itt meg nem tudom, hogy akkor mi történjen, mert tehát ezt így ráköthetem direktbe, innentől kezdve már, csak itt betorlódik.
Így a feldolgozás idején nem számít, hogy itt mit csinálok. A Red Rednél az a baj, hogy szerintem akkor, ami még maradék jön, az random fogja szétdobálni, ha jól emlékszem. De mindjárt megnézzük. Ja. Tehát ami nem red, az random megy tovább, valamelyik ágom. Látod itt így. És ez már így akkor nem jó. Nem, a Decision Tree-nek biztos, hogy a legvégén le kell válogatni a redeket a többitől. Tehát ez tuti. Hát esetleg még, hát ezt meg tudom csinálni. Ennek meg így már sem, nem sok értelme van. Három decision tree. A két decision tree és négy balanszer. Szerintem az úgy lassú lesz, nem? Meg négy balanszer. Szerintem ez így lassú, az a gyanúm. Ja. Hát bronzra megvan. Esetleg azt, hogy ide kötjük. Mondjuk ez volt az előbb is. Na várjam, nem így. Hát ez amúgy logikailag majdnem ugyanaz, mint a... Igen, de tehát a feldolgozó egység nincsen. Tehát az a baj, hogy most itt van ugye négy balanszer. Tehát nem tudom hova kötöm őket, mert ennyit már. És még okoz torlódást, tehát... Még nem tudom, hogy... ezeket bekötöm, akkor annak van-e értelme. De ez így simán... csak ilyen visszafogott, párhuzamosított valami. Nem, azt nem értem, hogy miért nem tudom négy szára megcsinálni. Tehát...
hogy miért 7 nóda a limit. Mert így jó lenne. Mert így a 4 szál, ugye? Hát igen, akkor túl könnyű lenne, jaja. De ez így szuper, ez így tök jó működik, csak... Na, akkor nézzük, hogy van egy balanszerünk. Van 2 red ening. Három balanszer az elején megmaradna. És akkor... És a szemetet nem lehet visszaküldeni, sajnos azt muszáj a kukába tenni. Hát... Vagy várjál? De annak mi értelme? Mármint, hogy... Akkor csak megy körbe-körbe, nem? Hát most vissza lehet küldeni, de annak... Hát mondjuk úgy akkor megvan a 7 nód, az kétségtelen. De most ez így... Ez nekem nem nagyon tetszik, de értem, hogy lehet, hogy ez így... Köszi. Erre amúgy esküszöm nem gondoltam, tehát így... Na jó. Nem tudom, hogy ez így... amúgy köszi, nice mama. Ez csalás? Hát, amúgy lehet. De hát a bank csengetett, szóval... Na, még egyet megnézünk, jó, és akkor legyen ez a Heritage Protection. Lehet, hogy ez egy kis csalás, majd utána nézek, hogy ez csalása vagy nem. Ha csalás, akkor visszajövünk, és akkor megjavítjuk. De, mondom, ez a... Na, mindegy. Oké. Na, National Heritage Protection System. Tehát valamilyen ilyen, hát National Heritage, ez a nemzeti örökség tulajdonképpen.
tehát az ilyen emlékművek, meg tudom én, az ilyen nemzeteknek fontos helyei, és ott monitoroznak valamit, és a szín alapján akarnak válogatni, osztályozni. Na, most csak decision tree-nk van. 3 darabot használhatunk. Hibátlannak kell lennie. És 14 másodpercünk van. Hát ez nem tűnik annyira vészesnek. De... ott majd tévedtem. Hát ez túl egyszerű lenne. Nyilván a zenébe mehet Red is. Aha, akkor azért kell a harmadik. Így. Itt leveszi a Redet. Leveszi a Greent. Lássuk. Érdekes. Majd a zeni miatt arra mehet... igen, a zeni miatt mehet arra. Jaja. Ugye a decision tree-be az van, hogy amit itt megadsz, az azt leválogatja, de ide mehet bármi. Akár piros is. Tehát erre csak piros jöhet, erre meg bármi. És akkor az a baj, hogy ide megjöhet zöld. Tehát itt megjelenhet a zöld. Hát... legyen itt green blue. Csak ide akkor meg a red nem lesz elég. Na, ez megint jó lesz. A Red Blue az elején azért nem biztos, hogy jó. Mert akkor a, tehát a zöldek akkor random mennek. Tehát akkor... esetleg azt tudom... mit tudok? Hogy egy Annie-Annie-t ide az elejére. És akkor itt megválogatok, mondjuk,
Olyat tudok? Nem, így, így nem jó, biztos nem jó. Red, any, green, blue. De olyan volt, nem? Várjál, red, any. De nem így gondolod, szerintem. Green Annie volt középen? Na várjál. Red Annie, Red Annie. Így. Na nézzük. Igen, erre jött piros. Az a baj, hogy itt akkor jön piros. Igen, ez a gond. Sok próbával. A 100% a 100%, tehát az... Az a baj, hogy ha sokat próbálod is, a 100%-nak kell lennie. Hát igen, de a 100% azt jelenti, hogy nem mehet át. Tehát kizárjuk annak a lehetőségét, hogy ott piros megjelenjen. Tehát itt csak zöld jöhet. Oké, na valahogy az kéne. Tehát, hogy az elejére tegyünk egy olyat. Hogy mondjuk green blue. És akkor... Itt megint sok lesz, akkor megint a random. Aztán green, red és blue, red. De ott megint akkor... Green, red, blue, red. Hát...
Tökéletes. Tökéletes. Edit Adri. Perfekt. Nagyon jó. Nagyon jó. Így van. Tökéletes. Mehet is. Fú, már itt tényleg nagyon pörögnek az eurók meg a dollárok. Nagyon jó. Szuper, szuper. Oké, és na. Én hidratálok egyet. Viszont, ahogy mondtam is, ma egy picit rövidebb lesz a mai szeánsz. Ugyanis most még van egy kis dolgom, ami időérzékeny. Úgyhogy, hát pörgött ma is. Ma azért egy kicsit már úgy nehezebb dolgunk volt. Főleg ezekkel a sidequestekkel azért ez tényleg gondolkodós volt. Meglátjuk, hogy folytatjuk-e még. Most egyelőre sok játékot kértetek, amivel játszak, úgyhogy azokat fogjuk pörgetni. De vissza fogunk még térni ehhez, csak lehet, hogy egy pici időt adjunk neki most ülepedni. Jó, tehát egy pár hetet lehet, hogy most kihagyunk. De visszatérünk majd, és fogunk még vele játszani mindenképpen. Na, mindjárt 27k csatorna.hu, hát az már nagyon-nagyon tiszteletre méltó. Okis. Na, úgyhogy akkor én megköszönöm a figyelmet. Holnap folytatjuk a God of War-t, továbbra is sidequestezünk, megnézzük azt a két realmet, ahol majd tudunk egy kicsit farmolni. Hát az se lesz sokkal könnyebb, mint ez, de az egy kicsit olyan lazább. Jó? Úgyhogy akkor a következő stream holnap lesz, 19:30 God of War. Én nagyon szépen köszönöm a followokat, szubokat, csíreket, donéteket, a hozzászólásokat, javaslatokat, de legfőképpen az, hogy itt voltatok és néztétek. Én kívánok nektek további szép estét, találkozzunk holnap. Sziasztok!